A Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen olyan párt, amelyik tiltakozik az oltási igazolványok bevezetése ellen. A Mi Hazánk szerint az oltási igazolványok bevezetése nem csak diszkriminatív, hanem teljesen értelmetlen is. Hiszen, hogyha elfogadjuk azt a kormányzati állítást, hogy valamennyi vakcina biztonságos és hatásos, akkor ebből az következik, hogy a beoltottak elnyerték a teljes védettséget, megszerezték a teljes védettséget. Ebből kifolyólag a beoltatlan honfitársaink semmilyen veszélyt nem jelentenek azokra, akik az oltást már felvették. Következésképpen semmi értelme annak, hogy oltási igazolványhoz kössék színházakban, mozikban, különböző sportrendezvényeken és egyéb közforgalmú létesítményekben való megjelenéseket. Nem beszélve arról, hogy lesznek olyanok már a nyár kezdetére is, akik önhibájukon kívül nem tudták beoltatni magukat, regisztráltak, szeretnék megkapni az oltást, de erre valamilyen tőlük független oknál fogva nincs lehetőségük. Nem kaphatnak jelenleg oltást a 18 éven aluli honfitársaink. Ők is teljesen értelmetlenül szenvednek el hátrányos megkülönböztetést. Ráadásul az oltási igazolványok ellenőrzése finoman szóval is problémás. Az egész oltási igazolvánnyal kapcsolatos ötletelés kialakulatlan, kezdetleges, és az, amit eddig hallottunk a kormányzattól, az ellenőrizhetetlennek és végrehajthatatlannak tűnik. Ezekből az okokból kifolyólag a Mi Hazánk Mozgalom teljesen értelmetlennek tartja azt a hátrányos megkülönböztetést, amelyet beoltatlan honfitársainknak kellene elszenvedniük.